október elején fejeződött be az ipari park fejlesztése Nyírtéten. A közel 3 hektáros területet több mint 330 millió forintból korszerűsítették. Nem csak új raktár épült, a meglévő létesítményeket is felújították. Ezek mellett a park területén a teljes betonút hálózat is elkészült. Napjainkban készült el a beruházás, 2021-ben pályáztunk top projektgazdaságfejlesztési program keretén belül. Egy elvárt igényt sikerült ezzel a projekttel megvalósítani, hiszen korszerűsíteni tudtuk a műhelyi épületünket, raktárépületet tudtunk beüvíteni, tűzvíztározót építettünk, valamint a teljes iparterületnek a belső úthálózatát sikerült szilárd burkolattal elrárni. Újra vármegyei beruházás kapcsán érkezett Szijjártó Péter a Külgazdaság és Külügyminisztérium sajtótermébe október 3-án. A vásáros naményben működő svájci építőipari vállalat a Swisscrono Kft. Bővíti gyártókapacitását. A mintegy 160 munkavállalót alkalmazott cég OSB lapok gyártásával foglalkozik. Filip Sándor polgármester a fővárosi sajtótájékoztatón arról beszélt, a cég szerves része vásáros namény gazdasági és társadalmi életének. 2010-ben bezárt a gyár és áthelyezte a termelést Ukrajnába, aztán az első sajnálatos orosz-ukrán konfliktus kapcsán 2015-ben visszakerült hozzánk az alapkövetételt követően egy teljesen új alapokra épített gyár, amely az OSB lapgyártással folytatta a tevékenységét. Nagyon sok dolgozót vissza tudtak hívni a rendszerükbe, és ahogy érzékelhetjük és hallhatjuk, a gyár tovább fejlődik. A társadalmi szerepvállása óriási ennek a gyárnak, hiszen tudjuk azt, hogy bekapcsolódnak a város mindennapjaiban, ott vannak a rendezvényeinken, a városnapokon, az adventi programokban, és ott vannak minden olyan eseményen, ami a sporttal kapcsolatos, végre ezt is elértük. Ugyanakkor nem mehetünk el amellett sem, hogy a vásárosnemény a Berek szíve, az a központ, amely autóbusszal, vonattal jól megközelíthető, és abban is segített nekünk a gyár, hogy több helyen a város központban és az Ilki úton is autóbusz megállókat épített. Felújították a Vaja-Rohod vasútállomást. Az épület teljes rekonstrukciója mellett magasabb peront alakítottak ki, megkönnyítve ezzel a fel- és leszállást. A fejlesztést a Magyar Falu programból kapott támogatásból a vasúttársaság, valamint a helyi önkormányzat végezte. Térfigyelő kamerarendszert helyeztünk el a MÁV épületén, illetve annak környezetét figyeljük, így a település közbiztonság is javulhatott, illetve, ahogy fogalmaztam, egy szintet lépett a közszolgáltatás is az utazók részére, hiszen a peron szintjét is megemeltük a közfoglalkoztatottaink segítségével és a MÁV együttműködésével. Közel 80 méter hosszan, majd 30 cm emelkedett a peron szintje, így a fel- és leszállás a vonatokról nagyon sokat segített ez a peron emelés ezen. Októberben újult meg a Szőttes Népművészeti Ház is Paszabon. A beruházást a Magyar Falu programban valósították meg 24 millió forintból. Az átadó ünnepségen részt vett Tuzson Bence igazságügyi miniszter is. A tárcavezető ünnepi beszédében kiemelte, a paszabi szőttes a magyar kultúra fontos része, a hagyomány pedig kötelesség átadni a jövő generációjának. Ez a hagyomány azért jelentős, mert megőriz valamit Magyarország kultúrájából. És képes arra, hogy továbbadjon. Kodály Zoltán mondta egyszer azt, hogy a kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolok, hogyha a következő nemzedék újra és újra meg nem teremti magának. És igen, valóban, hogyha nem vagyunk képesek arra, hogy ezt a kultúrát továbbadjuk a gyerekeink számára, akkor bizony ez a kultúra el fog tűnni, és a gyerekeink nem tudják ezt a kultúrát ismételten megélni, újra teremteni, és ezáltal a folyamatosságát egy ilyen kultúrának biztosítani. Október közepén adták át Máté Szalka új bölcsődéjét. Az Angyalszány névre keresztelt intézménynek köszönhetően újabb 72 férőhelyen bővült a bölcsődei szolgáltatás a városban. Az új bölcsődében igény szerint sajátos nevelési igényű gyermekeket is fogadnak. A beruházást Európai Uniós forrásból és kormányzati támogatásból valósították meg. Az Angyalszárny bölcsőde egy modern 21. századi intézmény. Az egyik vendégünk úgy fogalmazott, hogy igazából egy mini város a városban. Nagyon méltó körülményeket teremtettünk
a beiratkozó gyermekek számára. A bölcsőde már szeptember 1-től működik, egyelőre 4 csoporttal, de már most tervezzük az 5. csoport megindítását is, hiszen hála Istennek annyi a jelentkező szülő, illetve gyermek. Októberben avattak emléktáblát Farkas Schulz Tibor rocktörténész DJ műsorvezető tiszteletére Nyíregyházán. Schulz Magyarország egyik első hivatalos lemezlovasa. A nyíregyházi zenei élet egyik motorja volt. A helyi zenekarokról is könyvet írt. Amikor például a könyvét írta, akkor azt mondta, hogy azért kell leírni ezt, mert ezek az emberek megérdemlik, hogy maradjon fenn róluk valami. És én úgy gondolom, nem én, hanem mások, akik ezt eldöntötték, és létrehozták ezt a mai eseményt, meg kezdeményezték, támogatták, hogy amit ő tett, és ez közel sem csak arról szól, hogy a zene, egyáltalán nem, hogy annak alapján ezt ő is megérdemli. Az emléktáblát civil kezdeményezésre és felajánlással az önkormányzat támogatásával helyezték el a belvárosban. Az alkotást Turi Török Tibor keszthelyi szobrászművész készítette.